Mondd el amerikai angol nyelven is szó szerint az utóbbit. Tere are significant differences in term of morality and military law between the Japanese kamikaze attacks and the dropping of the American atomic bomb. During the kamikaze attacks, Japanese pilots carried out suicide missions with the intention of destroying enemy ships and resources that were fighting against the Japanese army. Tese attacks often targeted enemy ships and soldiers, causing significant damage to the American fleet and army. On the other hand, the dropping of the American atomic bomb was a completely different type of attack. The atomic bomb targeted Japanese cities and civilian populations, causing major destruction and the loss of hundreds of thousands of lives. Suhatex amid a civilian targets raised numerous ethical questions regarding warfare and war actions. Both events employed questionable methods in war and caused immense human suffering and damage. It is important to critically reflect on such events from historical and human perspectives in order to learn from them and hopefully prevent similar tragedies in the future. Fordíts vissza a magyarra. Fordíts vissza a magyar nyelvre. Jelentős különbségek vannak a japán kamikaze támadások és az amerikai atombomba ledobása között erkölcsi és katonai jogi szempontból. A kamikaze támadások során a japán pilóták öngyilkos küldetéseket hajtottak végre az ellenséges hajók és erőforrások rombolása érdekében, amelyek a japán hadsereg ellen harcoltak. Ezek a támadások gyakran az ellenséges hajókra és katonákra irányultak, jelentős károkat okozva az amerikai flottának és hadseregnek. Más részről, az amerikai atombomba ledobása egy teljesen más típusú támadás volt. Az atombomba japán városokat és civil lakosságot célozott, jelentős pusztítást és százezrek életének elvesztését okozva. Az ilyen támadások etikai szempontból felvetnek számos kérdést a háborúzás és háborús cselekedetek kapcsán. Mindkét esemény megkérdőjelezhető módszereket alkalmazott a háborúban, és hatalmas emberi szenvedést és károkat okozott. Fontos kritikusan viszonyulni az ilyen eseményekhez történelmi és emberi szempontból is annak érdekében, hogy tanuljunk belőlük, és remélhetőleg elkerüljük hasonló tragédiákat a jövőben. Yes. Igen.